Én pedig a János evangéliumból olvasnék föl, a János evangélium második részéből, és a 14-es verstől olvasom majd mindjárt, csak én is előjáróban még annyit mondanék, hogy ugye egy hónapja találkoztunk itt utoljára, jól számolom, ugye sok minden történik a szellemvilágban mindenképpen, az egyházban feltétlenül, de a világban is nyilván ehhez kapcsolatban sok minden zajlik. És kicsit az a kép van bennem, amikor Jézus tanítványait előre küldte a tengeren, és ő pedig felment a hegyre imádkozni. És a tanítványok, ahogy mentek előre a tengeren evezve, ugye viharba kerültek, és a hullámok felcsaptak, és elborították őket, és hát minden baj volt. És Jézus pedig ugye az imát befejezve elindult a tengeren, a vízen járva, és haladt el mellettük. És ugye olvasuk a találkozást a Bibliában, és amikor Jézus belépett a tanítványokhoz a hajóba, akkor pedig olvassuk, hogy elállt a szél, abba maradt a hullámzás, kisimult a víz, és minden utána megoldhatóvá vált, és gyönyörűen tudtak tovább haladni a tengeren. És ugye írja a Pál apostol a levelében, hogy a hullámokat, a tenger hullámait a tanításoknak akármi szele tudja hajtani. Ugye írja a levelében, hogy arra adta az Isten a szolgálatoknak az ajándékait az egyházban, a Krisztus testében, hogy segítsék és támogassák azt, hogy eljussanak a hívők az érett krisztusi korra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére, hogy ne hajthassa őket a tanításoknak akármi szele, mint ahogy a tanítások szele létrehozza a tengernek a hullámait, és azokat felturbósítja, és azok voltak, ezek azok a szelek, amelyek az egyház csónakját jobbra-balra dobálják, felkapják, aztán beborítják, aztán ellepik, és akadályozzák, hogy a túlsó partra el tudjon jutni a csónak. És ma ilyen idők vannak a hamis tanításoknak, a hamis profétálásoknak, a hamis csodáknak, a hamisításoknak és a hamisságoknak a korát éljük, és ezek akadályoznak hívőket a haladásban, és akarják a hívőket megtorpanásra késztetni, hogy adják fel, ne szellemben járjanak, ne szellemben éljenek, engedjenek teret az óembernek az életükbe, végre könnyítsenek magukon a terhen, a szellemben való járásnak a terhén könnyítsenek, és végre egy kis kikapcs, végre valami testi dolgot hadd csináljanak, és akkor az ördög el akarja hitetni, hogy attól jobb lesz, attól majd megkönnyebbülnek. Ez hazugság. Nem lesz jobb, nem fog megkönnyebbülni, hanem ez egy becsapás. Ezt a hamis tanítások közvetítik ezeket az érzéseket és ezeket a gondolatokat, amely hamis tanításokban a testiség van, az óember van benne, nem az új emberből jönnek, nem a krisztusi természetből, nem a megszentelt, újjászületett karakterből származnak ezek a tanítások, hanem romlott természetekben benne lakozó démonok mondják ezeket a hamis tanításokat, és azok akarják létrehozni a szellemben járó keresztényekben ugyanazt a romlást, ami ő bennük benne van. És ennek nem szabad engedni, és továbbra is dicsőség az Úrnak, hogy ő pedig nem hagy el bennünket, megerősít bennünket. És nagyon hálás vagyok érte ma is, és továbbra is ugyanaz az üzenetem nem változott meg. Nagyon jól tettem, hogy szót fogadtam az Úrnak, és engedelmeskedtem, és most már nem tudom mióta, ugye, nem nézek semmilyen filmet, nem hallgatok világzenét, az estémet az Úrnak adtam, a napközben az Úrnak adom minden rezdülésemet, és az Isten igéjéhez folyamodok és nyúlok, mert így fent maradtam, és fent fogok maradni.
mert ez az életmód, ez az, amely megalapozza azt, hogy az Úr velem maradjon, és az Úr ereje elkísér, és az Úr megtart engemet. És ez fontos, ez az életmód. Csak gondoljunk bele, hogy mennyire fontos Dániel története. Dániel életében, mikor a babiloni birodalomban fogolyként ott lakozott a királyi udvarban, és imádkozó életet élt, és olvassuk, hogy napjában többször az Úr elé állt, és az Úrral való közösséget élte, visszautasította a királyi udvar ételeit, ellátását, vagyis e világnak az örömeit, az élvezeteit mind visszautasította, azt mondta, hogy nem akar belőle részesedni, nem érdeklik a vendéglők, nem érdeklik az éttermek, nem érdeklik a jól lakások, nem érdeklik a világ finom falatai, nem érdekli a gasztronómia, nem érdekli a finom bor, nem érdeklik ezek a dolgok, nem érdekli a szórakozás ebben a világban. Egyetlen egy világi dolog nem érdekli, Isten igéje érdekli őt, Isten szentsége érdekli őt, az Isten szava iránt való szófogadásban akar megmaradni, mert nem akarja elveszíteni az ő Istenét, nem akarja elveszíteni az üdvösségét, és amikor hoztak egy rendeletet, hogy az, akinek az életében jelen van ez, és kitart ez mellett, az imádkozó élet mellett, a szellemi élet mellett, annak az életével kell ezért fizetni, akkor azt választotta, hogy akkor az életemmel fogok érte fizetni. Csak gondolj bele, hogyha ennek nem lett volna jelentőség ennek az életmódnak, akkor semmi értelme nem lett volna az életét odaáldozni ezért, és vállalni, hogy kemencébe dobják, és átélje azt, hogy ha ott fogok elveszni, hát akkor ott veszek el. Ha az Isten meg akar menteni, meg tud menteni, abban biztos volt, akkor meg is fog menteni. Ha más a terve velem, akkor megyek hozzá, ennyi, semmi gond. De hogy nem adom föl ezt az életmódot, az 200%-osan kitartott mellette. És mi történt? A kemence tüze se tudta elpusztítani. Isten úgy döntött, hogy maradjál még ott, maradjál, még szolgáljál engem. Te nagyon jó munkaerő vagy a Földön, aki engem képviselsz, és én inkább még megmentelek, megtartalak, és adok neked még feladatot a Földön. Azt tudom mondani, hogy biztos, hogy Istennek van eltervezett feladata veled, velem, veled, a többiekkel, és ehhez fontos, hogy kitartsunk emellett az életmód emellett, mert ez alapozza meg, hogy Isten egyre többet tudjon ránk bízni. Addig nem tud többet ránk bízni, még a legalapvetőbb dolgokban, ha nem tartanánk ki, de távol legyen tőlünk, kitartunk és folytatjuk. Nem érdekel bennünket a világ, nem érdekel bennünk a szórakozás, nem érdekel bennünket az óember, hanem bennünket Isten és az ő szentsége, az ő szava, az ő személye, az ő szerelme, az ő jelenléte, az ő élménye, az ő örökkévalósága, a tulajdonsága, a megismerése, a vele való együttlét, ezek érdekelnek. És ez csak így bevezetésként, tehát gondoltam, így megosztom, és a János evangélium második részében a 14. verstől pedig, ugye ez az a történet, amikor Jézus bemegy Jeruzsálembe, és bemegy a templomba, és mit csinál? És ott találta a templomban az ökrök, a juhok, a galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek. És mit csinált Jézus, mikor ezt meglátta? Nem leborulva hálát adott, hogy köszönöm, atyám, hogy az egyházat így megáldottam, ilyen gazdagát tetted, és ilyen sokszínű, és milyen fantasztikus összejövetelünk lesz ma galambokkal, ökrökkel, juhokkal, pénzváltókkal, csendben. Hanem azt mondta, hogy jól van, akkor én most kimegyek szépen, összeszedem az alkatrészeket egy jó ostorhoz, és megcsinálok egy jó kis korbácsot. Aztán visszatérek ide a templomba, és rendet rakok, mert ez így nagyon nem kóser. 15-ös vers. És kötélből ostort csinálva kiűzte mindannyiukat a templomból. Az ökröket is, a juhokat is. A pénzváltók pénzét kiborította. Az asztalokat feldöntötte.
a galambárusoknak megmondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak a házát kalmárságnak a házává. És megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amen. Vagyis van ilyen, hogy az ember az egyházra tekint, Isten templomára tekint, mert ugye a templom, Isten temploma az ma Krisztus testének a tagjai itt a földön, vagyis az egyház, ez az Istennek a szent temploma, a szent sátora, mert bennünk lakozik az Úr, és van ilyen, hogy egy krisztusi természet rátekint az Isten templomára, és ökröket, juhokat lát benne, galambárusokat lát benne, pénzváltókat lát benne, és nem örül neki. Vagyis azt látja, hogy kereskednek a templomban. Ugye van, ahol azt mondja, hogy kalmárság házává, ugye itt azt mondja, hogy kereskedőknek a házává tették az Isten templomát. Van, ahol ennél erősebb kifejezést is használ, és azt mondja, hogy rablóknak, ragadozóknak, tolvajoknak a házává tették az Istennek a házát. Hát én itt most kimondottan ebből az igéből azt szeretném, mint üzenet kiemelni, hogy én meg vagyok róla győződve, vagy nem véletlen, hogy itt a bárány van nevesítve, hogy mit adtak el, és a galamb van nevesítve, hogy mit adtak el, és az ökör van nevesítve, hogy mit adtak el. A bárány, az a názáreti Jézus Krisztus, az Istennek a fia. És arról beszél itt az ige, és hiszem, hogy ez egy profétikus történet is, ami itt lezajlott, és egy profétikus kép is arról, hogy az egyházban milyen állapot, milyen helyzet fog előállni. Olyan állapot és olyan helyzet, amikor a názáreti Jézus Krisztusból, az ő áldozatából árut csinálnak, és azok az emberek, akik arra lettek Istentől kiválasztva és elhívva, hogy szolgái legyenek a báránynak, és a bárányt közvetítsék a rászorulók fele, az Isten keresők fele, és a bárányon keresztül Istentől nekünk megadott kegyelmet közvetítsék a hívők számára, annak igazság tartalmával, annak teljességével, ahogy azt Isten adta nekünk, ezek a szolgáló személyek pont ellenkezőleg fognak eljárni, és azt fogják csinálni, hogy a bárányt árucikké teszik, az evangéliumot árucikké teszik, az evangéliumot használni fogják arra, hogy a saját maguk pénzét keressék meg rajta, a saját maguk gazdagságát hozzák belőle létre, a saját maguk kastélyait, autóit, repülőit, luxus életvitelét hozzák belőle össze, és erre teremtsenek elő belőle pénzt, és árucikké, áruvá degradálják le a názáreti Jézus Krisztus, a bárányt. Ugyanez igaz a galambra. A galamb a Szent Szellem. A Szent Szellem galamb formában szállt rá a názáreti Jézus Krisztusra. És a templomban a Szent Szellemet, a Szent Szellem ajándékait, természet fölötti erejét, azok a személyek, akik vették a Szent Szellem ajándékát Isten kegyelméből, amiért az árat a názáreti Jézus Krisztus fizette ki a halála árán, ezt az áldást és erőt és ajándékot arra használják fel,
hogy pénzt csináljanak belőle, saját minisztriüket építsék ki belőle, a saját szolgálatuknak a gazdasági vállalkozását teremtsék meg belőle, és gazdaggá legyenek. És pont az ellenkezőjét csinálják meg belőle, mint amit Jézus Krisztus például a gazdag ifjú példázatán keresztül is, meg még más helyeken is elmondott, hogy mi nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába. És akkor odaálltak elé a tanítványai, hogy úha, azt a mindenit, akkor mi lesz? Akkor hogy lesz velünk? Mi lesz a mi sorsunk? Péter mondta, hogy Uram, mi elhagytuk az otthonunkat, a családunkat, a marháinkat, a halainkat, a pénzünket, a rokonainkat, mindent otthagytunk. Velünk mi lesz? Jézus azt mondta, hogy igen, aki elhagyta a marháit, a szántóföldjeit, a pénzét, a vagyonát, a rokonsági kapcsolatait, a házát és mindenét feladta, az bemegy az Isten országába. Ez a feltétele annak, hogy bemenjen az Isten országába. A feltétele. Ez az út az Isten országába. Máshol is, Lukács evangélium 14. rész, ahol a megtérésről beszél az Isten igéje, ahol a toronyépítés példázatát mondja, és arról beszél, hogy aki nem fizeti ki az árat a torony felépítésének, annak össze fog dőlni a tornya, akkor azt mondja Jézus, hogy aki búcsút nem vesz minden javaitól ezen a világon, nem lehet az én tanítványom, nem tud követni engem. Tehát a templomban, akik kereskednek, az egyházban, akik a bárányt és a galambot a saját gazdagságukra használják, azok megcsúfolják az evangéliumot, megcsúfolják Jézus Krisztus áldozatát, megcsúfolják a Szent Szellem ajándékát, becsapják az embereket, és a fordítottját csinálják meg annak, mint amiről szól az evangélium. Jézus a tanítványoknak azt mondta, úgy küldelek ki benneteket, hogy nem lehet nálatok erszény, nem lehet nálatok tartalékruha, nem lehet nálatok semmi, amire bízhatnátok magatokat anyagilag. Teljesen függetlenné kell válnatok minden anyagi céltól ezen a világon. Nem halmozhattok fel semmilyen anyagi dolgot. El kell felejtenetek azt, hogy gazdagok akartok lenni ezen a földön. Nem akarhattok gazdagok lenni ezen a földön. Ha lehetőségetek támad rá, vissza kell utasítanotok, mert különben nem tudtok szolgálni engem, mert az anyagi javak megrontják a szíveteket, elferdíti a szíveteket, a lelketeket, és a világot fogja behozni a bensőtökbe, és el fogtok árulni engem, és olyanok lesztek, mint Júdás. Pont ugyanolyanok, mint Júdás. És ez nem lehetséges. Ezért font ostort Jézus, és kergette ki ezeket a kufárokat. És ma is hiszem, hogy Jézus Krisztus kezében az evangélium, az Isten igaz beszéde, az az ostor, az a szentségnek az ostora, amely ma is ki akarja űzni a kufárkodást, a kalmárkodást, a kabzsiságot, a világ szeretetét, és az ezekkel való becsapást, üzletelést, csalást, hamisítást az egyházból. Az ökör, ha már egyébként az ökör is itt van, az ökör, meg vagyok róla győződve, hogy az ökör, az pedig, mit csinál az ökör? Nyakába veszi a jármot, az igát, és húzza a Krisztus igáját. Jézus Krisztus igája, amelyről azt mondja a Biblia, hogy az én igám gyönyörűséges, az én igám könnyű, azt vedd a nyakadba. Az ökör az Istennek szolgál. Lemondott a saját hasznának a kereséséről. Nem keresi a saját hasznát. Nem akar gazdag lenni ezen a világon. Nem akar ezen a világon senkivé válni. Ezt a világot elhagyta örökre. Felszámolta magában az e világhoz való összes kötődést, ragaszkodást. Ez az ökör, aki szolgál az Istennek. Kifulladásig, ha kell, teljes erejével, minden erejével,
csak Istennek szolgál, nem szolgál a mammonnak, nem szolgál pénznek, nem szolgál emberek elismerésének, nem szolgál az ismertségnek, a népszerűségnek, semmilyen evilági dolognak nem szolgál ez az ökör. Ebből is árucikket csináltak. Ebből is árucikket csináltak. És nézzünk meg most, mert engem egyébként, mikor ezt elolvastam, mikor pusztán csak ezeket a verseket olvastam el, még nem kavart fel ennyire ez az üzenet, de elkezdtem megnézni benne, mostanában egyébként mindig így tanulmányozom ez a ma Bibliát, hogy elolvasok egy verset, és keresem benne, hogy mik azok a szavak, amik kulcsok lehetnek benne. Akkor elkezdek utána keresni azoknak a szavaknak, hogy hol fordul elő még. Hogy tudjak meg még többet arról, hogy pontosan mit ért a Biblia az alatt, mikor ezt a szót ide írta. Hogy ne az én agyam legyen, amely valamit kitalál hozzá, hanem a Bibliával álljon össze a kép, hogy pontosan mik tartalmaznak mi Bibliában ehhez a szóhoz. Mik tartoznak ehhez a szóhoz. És hosszú ideje most mindig így olvasom a Bibliát, és megpróbálok egyetlen egy versben minél mélyebbre jutni, hogy mi van ott. Nos, itt is ugye ezt csináltam, és kiukadtam például a Jelenések könyve 18. résznél. És akkor dobtam egy hátast egyébként. Azt mondja, a Jelenések könyve 18, és a 3-as vers. Tehát annyit így előjáróban, hogy ugye tudjuk, Jelenések könyve 18-as vers, ez a Babilon, az utolsó időkben újjáéledő babiloni, hamis, vallásos világrendszernek az összeomlásáról szól. Tehát a Biblia alapján egy csúnya, visszataszító, hamis, vallásos rendszer lesz, amely világrendszerré válik, az utolsó időkben. A hamis vallás világrendszer lesz. Világrendszer lesz az, amiről az előbb beszéltem, hogy az Isten templomában mi zajlott, amikor Jézus Krisztus bement. A Babilon, az ugye a hamis egyház, a parázna asszony, az Isten szent szövetségét megtört, a hamis egyház, a Babilon. És már az előbb is ugye, ha most kicsit asszociálsz, az a kép, hogy a templomban mi zajlott, akkor most ehhez olvasom el a Jelenések 18.3-at. Azt mondja, hogy mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Vagyis minden nép meg lesz fertőzve ezzel a hamis vallással. És a földnek királyai ővele paráználkodtak. És most figyelj, ezt akarom kiemelni, ami most jön. És a földnek kalmárai. Kalmára, ez előbb mit mondott Jézus a templomban? Kalmároknak a házává tettétek a templomomat. Itt azt mondja, hogy a földnek a kalmárai, azok ennek a Babilonnak a dobzódásának, kicsapongásának, kihívó viselkedésének. Dobzódást próbálom körülírni, hogy gazdagodjon a jelentés tartalma. Kicsapongás, kihívó viselkedés erejéből gazdagodtak meg. A föld kalmárai, tehát az utolsó idők gazdasági vezetői, gazdasági hatalmai, akikkel kapcsolatban csak egy adalék, ugye az Antikrisztus kapcsán azt írja a Biblia, hogy senki nem adhat, nem vehet majd el, csak ha az Antikrisztus nevét, nevének számát, homlokára, csuklójára teszi, hordja, stb. Tehát az Antikrisztushoz ilyen szinten kell kötődni, hogy valaki az utolsó időkben kalmár lehessen. Itt azt mondja, hogy ezek a kalmárok a hamis vallásnak, a hamis egyháznak, a hamis szolgálatoknak, a hamis tanítóknak, a hamis prófétáknak, akik
evilági érdekekért, pénzért, népszerűségért és a saját szolgálatukért árucikké teszik a bárányt, a galambot, Jézus Krisztust, a Szent Szellemet és magát az Istennek a szolgálatát, az erejéből gazdagodnak meg, az ereje nagyon fontos kifejezés ebben a versben. A dynamis egyébként, az a görögben, de ezt a szót használja akkor mindenhol a Biblia az Új Szövetségben, ha most utána elkezdenél keresgélni, ahol Jézus Krisztus csodáiról van szó, csodatételekről van szó. Csodákról van szó, amiket Jézus Krisztus tett, amiket a tanítványok tettek csodákat. A Szent Szellem által, amit csodát tesz Isten. Ezt a szót használja rá. Isten szolgái a csodatevést, az erőt, a megnyilvánulásokat, a gazdagságuk érdekében szolgálatába fogják állítani, és ebből fog kialakulni a vezető gazdasági réteg a Földön. Erről beszélek. Felbírod ezt fogni? Most el tudnék kezdeni neveket sorolni, de akik ma az egyházban hamis csodákat tesznek, és hasra esnek tőlük az emberek tömegei, és közvetítik őket, és adják a kenetet tovább, és viszik földrészről földrészre, és imádják, és hódolnak ezeknek a gonosz, tisztátalan szellemeknek, amelyek bejöttek az egyházba, és ez ma még csak az ízelítő, még csak a kóstoló, még csak a bevezetője annak, hogy mi fog beköszönteni ide a világra. Felbírod fogni, amiről beszélek? Az egyház ezekkel a kalmárokkal lesz teli. Nem csak néhány lesz belőlük, amely megszórja az egész világot az egyházba, és feladja a leckét rendesen minden hívőknek, hogy mit csináljon vele, de én megmondom, mit csináljál vele, ostort vegyél az Isten igéjének, a szentségnek, az te odaszentelődésednek az ostorát vegyed, és ezzel az ostorral ezeket a gonosz szellemeket űzzed, kergessed, hajszoljad, mert nem az övüké az Istennek a háza, nem az övüké az Istennek a temploma, az Istennek a temploma az övé, az élő Istené, a Szent Istené, az egyetlen egy igazé, egyetlen egy ember nem lophatja el, nem tulajdoníthatja el a saját maga céljai számára, és nem teheti azt a saját üzletének a házává. Erről beszélek. Ebből az erőből gazdagodnak meg emberek, és válnak antikrisztusi személyekké. Brutális számomra. És az előbb ugyan utaltam rá, de most ezt ismét fel szeretném hozni, a Júdást. Mert ugye a Júdással kapcsolatban bevezető a Júdáshoz, csak van egy példázat, ami szintén nagyon-nagyon fontos ide, azt gondolom. Ugye amikor Jézus mennek hozzá a farizeusok, meg a Herodes pártiak, ugye Herodes pártiak, vagyis az akkori korban a Herodes az edomita zsidó származású uralkodó volt, aki mégis az evilág hatalmával kiegyezett kompromisszumot kötött. Aztán Keresztelő Jánossal kapcsolatban olvassuk ugye, hogy hát igencsak mellé nyúlt, és erkölcsileg bármennyire is tetszett neki, hogy János mit prédikál, mit hirdet, és bármennyire is a szívében, a szellemében ott volt a bizonyság, hogy amit Keresztelő János hirdet, az az igazság. És a szellemében létrejött ezzel kapcsolatban a bizonyosság. De mégis megengedte az életében, hogy ennek a világnak akkor az erkölcsi, inkább úgymond az erkölcstelensége, örömei elmozdítsák őt, és eltérítsék az Isten igazságától. Aztán ennek kapcsán a Keresztelő János kivégzéséig is eljutott sajnos, és betöltött egy olyan hatalmi pozíciót, amely a názáreti Jézus Krisztus kivégzésében vett részt. Közben pedig zsidó származású volt, tehát Isten népéhez tartozott. Bizonysága volt az evangélium igazságáról, valamilyen szinten elköteleződött az evangélium irányába.
És mégis az Antikrisztus szellemének a bűvkörébe került. És hozzájárult a názareti Jézus Krisztus kivégzéséhez. Szóval a Herodes pártiak, mikor ezt mondom, hogy Herodes pártiak, akkor azok egy ilyen szellemiséghez tartozó személyeket kell elképzelni. A farizeusokkal együtt ugye beszélgettek Jézussal, és Jézus elmondta nekik a szőlőnek a példázatát. És elmondta, hogy a gazda elplántálta az ő szőlőjét, aztán rábízta munkásokra. És aztán eljött az idő, hogy a munkásokhoz elküldje az ő szolgáit, hogy az ő szőlőjének a gyümölcséből kérjen. És a munkások, akikre rábízta a szőlőt, azok megvetették ezeket a szolgákat. Elutasították, aztán egyre brutálisabban bántak velük, megverték, megölték, kivégezték, stb. És a végén a szőlő ura úgy döntött, hogy elküldi az ő fiát, hogy majd azt megbecsülik. És akkor azt olvassuk, hogy a szőlő munkásai, azok így oldalba bögték egymást, hogy tehát ez az örökös. Ha megöljük az örököst, akkor milyen lesz az örökség? Az osztályrész, ami ez az örökössé lenne, akkor az a miénk. Az örökség és az osztályrész az ugyanaz a szó az eredetiben, ezért mondom ezt. Ugye Józsué idején is megtörtént az örökségnek az osztályrésznek a birtokba vétele, ugye el lehet olvasni az Ószövetségben, amikor elfoglalták az ígéret földjét, akkor megtartották azt a rendezvényt, ahol na, akkor most szétosztjuk, hogy melyik törzs, melyik területet kapja. Ugyanígy kell elképzelni az örök életbe is, mikor bemegyünk, akkor megkapjuk a saját magunk örökségét, amiben bemegyünk, és az a mi örökségünk. Mindenkinek meg lesz a saját öröksége az Úrban, Krisztusban, a Szent Istenben. És itt erről van szó, hogy akikre a szőlőt rábízta Isten, azok a szőlőt a saját maguk hasznára akarták, nem csak akarták, hanem meg is tették kihasználni. És a szőlő urát pedig likvidálták a szőlőből, Istent a saját szőlőjéből kitették, és annak a részét maguknak vették el. És akkor most jutok vissza a Júdáshoz, mert Júdással kapcsolatban az osztályrész szó elhangzik a Bibliában az apostolok cselekedeteiben. Ugyanis ott mondják a tanítványok, hogy az ő osztályrészét, Júdásét, ami az övé lett volna, hogyha nem árulja el Jézus Krisztust, azt most akkor keressék az Urat, hogy ki kapja meg a Júdás helyett. Ki legyen az a személy, akit bevesznek ebbe a közösségbe, és a Júdásnak az örökségébe belép. Tehát Júdás egy olyan személy, mint a szőlőnek azok a munkásai, akik mikor eljött az örökös, akkor ugyanott voltak az örökössel. Az örökös adott nekik a Szent Szellem által erőt a gyógyításra, a démonok kiűzésére, a csodák tevésére, az evangélium képviseletére, hirdetésére. Júdás is megkapta ezeket. Júdás a többi tanítvánnyal együtt ment, és idézőjelbe teszem, szolgálta Istent. Hirdette az igét. Ő általa is történtek gyógyulások, szabadulások, közben pedig Júdás volt. Közben pedig a szellemében, a szívében már ott volt a kompromisszum, a megalkuvás ezzel a világgal. Nem tudta elengedni ennek a világnak a hasznát. Nem tudta elengedni, hogy azért ő jól is járjon anyaginak. Azért ő részesüljön anyagi javakban, és létrejöjjön neki ezen a világon is valami, amit felmutathat. Gazdag akart lenni ezen a világon. Isten, mondta ő, olyan evangéliumot adott nekünk, hogy megállt bennünket anyagilag, és gazdaggá tesz.
És sajnos mégis ez az evangélium őt Júdássá tette, árulóvá tette. És elvesztette a mennyei örökséget azért, hogy itt a Földön részesüljön anyagi javakban. És hát most nevesítem tehát, mert ezen nőttünk fel mi is. Ezt szívtuk magukba, a bővölködés evangéliumát. Tehát mi ugye megtértünk, újjászülettünk, és amely gyülekezetben mi megtértünk és újjászülettünk, az az egyházon belül azt a réteget képviselte, azt az irányvonalat képviselte, amely a bővölködés evangéliumát hirdette. És ugye én abban hiszek, amit Isten igéje mond az ember számára, amit Jézus is megerősített, hogy ha én mindenről lemondtam ezen a világon, akkor ő el fog engem tartani. Akkor ő gondot fog rólam viselni. Nem kell aggódnom azon, hogy lesz-e eledelem, lesz-e mibe öltöznöm, ezt ő rá bíztam. De a lényeg az ez, hogy akkor, ha én erről lemondtam, ha én ezt elhagytam, akkor ő fog gondot viselni róla. És úgy már ez nem igaz, amivé ezt tették. Hogy na adjál minél többet, azért, mert akkor neked is még több lesz. Na itt van benne a hazugság. Ha én azért adok, hogy nekem még több legyen, akkor elindultam a Júdás irányába. Én nem akarok azért adni, hogy én gazdag legyek a Földön. Akkor megcáfoltam az evangéliumot, akkor megcsúfoltam az evangéliumot, akkor megtagadtam azt, amiben megtértem, amihez megtértem, ahogyan újjászülettem. Én nem azért értem meg, mert a Földön akartam valami fantasztikus dolgot, hanem azért, mert rájöttem Isten kegyelméből, hogy ezen a Földön minden mulandó, minden veszendő, semminek nincs értelme. Értelme egyedül Istennek van, ha van. Hála Istennek, megtaláltam őt. Van. Innentől kezdve engem ő érdekel, és nem érdekel a Föld. Nem érdekel ez a világ. Nem érdekel, hogy itt a Földön van, vagy nincs valamiből, ami anyagi dolog. Ha nincs, nincs, ha van, van. Századrangú kérdés, és hiszek benne, hogy ez a jó. És hiszek benne, hogy Isten ígérete addig igaz én rám, hogy ő gondot visel rólam, amíg a szívem tiszta ezen a területen. Ha ezen a területen a szívem megfertőződik, és bejön valami anyagi dolognak a kívánsága és vágya, akkor elindult bennem a romlás folyamata. És nekem azonnal le kell állítanom, azonnal meg kell állítanom, mert abba az irányba nem szabad haladnom, mert az Zsák utca, az Júdásnak az utcája, az a veszedelem fiának az utcája, az azért örökségem elvesztésének az utcája, az a Jézus Krisztus az örökös kivégzésének, elárulásának az utcája, anyagi dolgokért, anyagi javakért. Most akkor nézd meg, hogy ma hányan szolgáló testvér van, aki luxus körülmények között él. Felteszem a kérdést, mennyire tud a szíve tiszta lenni? Azért merem feltenni ezt a kérdést, mert volt az életemben nekem is olyan szakasza, gazdag sose voltam, de olyan szakasza volt, amikor jól ment. És hála Istennek, most már hosszú évek óta olyan időszaka van, amikor, ha összeadnám, hogy egy hónapban mennyi a bevételem és mennyi a kiadásom, akkor sose jön ki. Nincs annyi bevételem, amennyi a kiadásom, vagyis egy csoda, hogy mégsem adósodtam el. Megmagyarázhatatlan csoda. És dicsőség az Úrnak, hogy megadta ezt az időszakot az életembe, amikor átélhetem és láthatom a különbséget. Hogy mi különbsége van a között, amikor az ember tudatosan létrejön az ember szívébe az, hogy nem kell két köntös, nem kell tartalékpénz, mert már látom, hogy az megfertőz. Most már tudom, már értem, megadta az Úr azt,
hogy ennek a felfogása, megtapasztalása, tapasztalatlan úton történő megtanulása eljutott a szívembe. És már tudom, hogy azt tudatosan vissza kell utasítanom, nem kell keresnem, szabad keresnem. Nem szabad keresnem a jólétet, a gazdagságot ezen a földön, mert azzal elrontom az Isten munkáját én bennem. Dicsőség az Istennek, hogy ezt megadta. Vagyis próbatétel, anyagi próbatétel nélkül, anyagi szenvedés nélkül, anyagi szükségek nélkül, anélkül, hogy ezzel folyamatosan az ember együtt élne, nem lehet Istent szolgálni. Én ezt merem állítani, azért merem ezt állítani egyébként, mert Jézus is ezt mondta a tanítványoknak. Ne vigyél el szént, nem lehet tartalékpénz, megtiltotta nekik, hogy bármiféle tartalékkal rendelkezzenek. Egyikből sem lett gazdag ember. Mindegyik mártír halált halt. Mindegyik az életével fizetett az evangéliumért. Ott most a tanítványokról beszélek. Ez a minta számunkra. Ez a követendő számunkra. Tehát az általunk megtérésünkkor megismert bővölködés evangéliuma az mára totális, hamis, hazug tanítássá vált. Az evangélium megcsúfolásává vált, azzá vált, hogy én pénzért pénzt kapok. Nem akarok pénzért pénzt kapni. Én mindenről lemondtam, tehát nem csak a tizedről mondtam le, és nem csak némi adakozásról mondtam le, hanem mindenről lemondtam az Úrért, és nem is akarok létrehozni semmit ezen a földön. Ez az igazi evangélium, meg vagyok róla győződve. Gondolj bele Jézus Krisztus megkísértésébe, mikor olvassuk, hogy Isten, a Szent Szellemről olvassuk, hogy az a Szent Szellem, akit Jézus idejében olvastuk a templomban galambként, az Isten szolgálatának a címkéjét viselő személyek árucikként adtak-vettek a saját üzleti érdekük miatt. Ez a Szent Szellem, ez Jézus Krisztust nem a luxus hotelekbe vitte be, nem a Herodes lakosztályába és palotájába vitte el, és ott biztosított neki szállást. Jézus szavai szerint a rókáknak van barlangjuk, neki nincs. Nincs hol laknia, nincs hol a fejét lehajtania. Ez a Jézus Krisztus, az igazi Jézus Krisztus, akit a Szent Szellem a pusztába vitt be tehát, nem a szállodákba vitte be, pusztába vitt bele, hogy ott megpróbáltasson, hogy a szívéből kijöjjön az, hogy ez erre a világra nemet mond. És ugye olvassuk, hogy ott étlen és szomjan töltötte a napokat, 40 napot. És olvassuk, hogy jött a sátán, és azt mondta neki először, hogy ha Istennek a fia vagy, akkor szólj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Én nekem csak most állt össze, ugye sokféle értelemben már hallottunk nyilván erről az ige szakaszról. De itt megint ugyanarról van szó, hogy a Szent Szellem által való csodatételt használd arra, hogy az anyagi szükségeidet betöltsd. A saját anyagi szükségeidet betöltsd. Erre mondott Jézus nemet. Nem. Nem sátán. Inkább a puszta. Inkább éhen halok. De nem fogom megtenni, mert ellentétes Isten akaratával. A Szent Szellem nem azért van bennem, hogy a föld javait tegyem az életemben első helyre. Hogy azokat akarjam megszerezni. Nemet mondok rá. A Szellem ajándékait nem fogom használni a saját magam anyagi szükségeinek a betöltésére. Ezt csak azért mondom, mert van ma olyan személy az egyházban, aki ezt hirdeti, hogy ő szól az angyaloknak, mozgósítja őket, kiküldi, hogy gyűjtsék össze neki a pénzt, a zsozsót. És összegyűjtik neki. Az ostoba hívőkön keresztül, akik mennek és adják, és nyomják belé, és multimilliómossá teszik. És ő pedig egyébként New Age-es hazugságokat hoz be az egyházba, azokat terjeszti, meg az angyalok imádatát, szolgálatát terjeszti az igazi evangélium helyett.
És egyébként történnek csodák, meg jelek. A szolgálatán keresztül, és a világ összes országából zarándokolnak oda, hogy részesüljenek ebből a kenetből, és viszik be minden országba. A karizmatikus, pünkösdi egyházakba. Szégyen, gyalázat, fúj, utálat, Isten szent ostora, az üzze ki ezeket a hamis csalásokat Isten népe közül. Mert Isten előtt, Isten szemében mindezek utálatosak. És most, amit ezek után mondok, azt már csak így egymás között mondom, nem veszem föl, majd aki ennél mélyebben is akarja hallgatni a dolgot, az eljön.